Szükségünk van célokra és üzenetekre, melyek iránytűként szolgálnak a kisebb és nagyobb döntéseink alkalmával a munkánkban, otthon, mindennapjainkban. A legjobban azonban példaképekre van szükségünk. Vannak olyanok, akik művészek munkásságából nyernek inspirációt, és vannak, akiket tudósok felfedezései lelkesítenek újabb találmányok megalkotására. Számomra és meggyőződésem, hogy még sokak számára Kán Károly személyisége, életműve, gondolkodása és emberi tartása hat ösztönzőleg. Teendőim ellátása során éppen ezért sokszor eszembe jutnak Kán Károly gimnáziumi tanulmányaim során megismert gondolatai, mondatai. A természet védelmét akkor szolgáljuk sikeresen, ha eltaláljuk, hogy hol és milyen módon lehet és kell a természetet oltalmunkba fogadnunk. Ha eltaláljuk, hogy milyen eszközökkel védhetjük meg a természet különféle megnyilvánulásait, és velük meg bennük a természeti alkotásokat. Ha mindig és szünet nélkül törődünk azzal, hogy hol, milyen mértékig és hogyan terjeszkedhetik az emberi kultúra anélkül, hogy az értékesebb természeti alkotásokat bántaná, vagy megsemmisítené. Erőit kikezdené, vagy megrontaná. Anélkül, hogy megzavarná a természet háztartásának a rendjét, sőt, talán fel is billenteni annak egyensúlyát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma tehát egy példaképnek állítunk szobrot. Egyenes jelleme, elszánt munkája, alkotó szelleme, erős vezető egyénisége ma is iránymutatást jelent. Azt gondolom, Kán Károly legfőbb szolgálata az volt, hogy alázattal közeledett az erdők világa a természet felé. Egyszerre volt erdőmérnök, gazdaságpolitikus, államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke, majd tiszteletbeli tagja. Arra a kérdésre kellene felelnem, hogy mi volt a hivatása, nem az önéletrajza szavai között találnám meg a választ, hanem azokban az értékekben, melyeket egész életében képviselt. A becsület, a szorgalom, az elkötelezettség és a hazaszeretet. Ma, születése után 150 évvel azért is emlékezünk rá büszkén, mert példaértékű gondolatait, ötleteit és újításait képes volt átültetni a gyakorlatba, méghozzá úgy, hogy minden lépését kitartó alapos háttérmunka előzte meg. Precíz és alapos tudományos és történeti kutatásainak köszönheti, hogy ma az erdészettörténet egyik első megalapozójaként tekinthetünk rá. Kán Károly emellett a magyar erdőgazdálkodás reformere volt. Az első világháború után tragikusnak, sőt reménytelennek tűnt Magyarország helyzete, nem csak gazdasági és társadalmi értelemben, hanem a természetvédelem és az erdőgazdálkodás szempontjából is. A trianoni békeszerződéssel Erdélyünk 84%-át vesztettük el. Kán Károly viszont nem tétlenkedett, és miután az első között tiltakozott az igazságtalan diktátum ellen, megpróbált javítani a helyzetet. Sokat fáradozott az új erdészeti politika megvalósításán, az ezt megalapozó erdészeti jogszabályok és utasítások kidolgozásán. Legfontosabb eredménye az 1919-ben meghirdetett alföldfásítási program. Célkitűzése volt az ország erdősültségének növelése mellett a megmaradt erdők védelme is, a bennük folytatott gazdálkodás korszerűsítése, a szegszerűség fokozása, a fahozam növelése. Határozottan fellépett a tarvágások és a rablógazdálkodás ellen, és a természetes felújítás javasolta előtérbe helyezni. Sikeresen bevezette a kincstári erdőkben a belterjes, házi erdőgazdálkodási formát, melynek célja az volt, hogy az erdészet termelje ki, dolgozza fel a fát és értékesítse is. Kán Károly a hazai természetvédelemben is úttörő szerepet töltött be, nevéhez fűződik az állami természetvédelem létrehozása. Fontos lépés volt, hogy előkészítette az első természetvédelmi törvénynek is tekinthető 1935-ös erdőtörvényt. Kán Károly képes volt hosszú távon gondolkodni, terveit, programjait ebben a szellemben dolgozta ki, valósította meg. Kortársai közül sokan nem értették meg, de az idő őt igazolta. Ezt biztosan mondhatjuk mi is Kései utódon.
Felismerte, hogy a Kárpát-medencében élők egymásra vannak utalva, szorgalmazta a szomszéd államokkal való jó kapcsolatot. Az volt az elképzelése, hogy az erdők fenntartását, megjóvását nemzetközi szerződésekkel, együttműködésekkel kell garantálni. Talán a szobrász tehetsége, talán az, hogy Kán Károly munkásságát jól ismerve példaként tekintek rá, de úgy gondolom, ez a mű több, mint egy bronz alkotás. Szobra mozdulatlan és néma, mégis képes minket megszólítani és megmozdítani, még most is. Öröm látni, hogy emlékét ma is ilyen sokan és ilyen nagy tisztelettel ápoljuk. Kívánom, hogy még 150 év múlva és később is legyenek olyanok, akik követik Kán Károly példáját. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.